Sziasztok! Egy bolhalák utánzat megkötését szeretném bemutatni. A holog, amit ehhez használok, egy 12-es méretű, keddis típusú nimfás holog. Befogjuk a satuba. Rögzítjük. Régy megkötéséhez egy barna 8-as méretű kötözőcélnát használok, amit rögzítek a holognyélen a fej után néhány tekeréssel, majd a fölösleget levágom. Következik a bordázat bekötése, amihez egy fekete színű drótot használok. Ezt rögzítem. Fej után, majd a test teljes hosszán. Egészen a horogöböl közepéig. Most következik a hát rögzítése. Ehhez shellback fóliát használok, zöldes sárgás árnyalatot. Ennek az egyik végét kúposra vágom. Rögzítem a horogöbölnél pár tekeréssel. Előviszik a kötöző célnát a horog fejig. Most következik a altest kialakítása. Ehhez 2-3 mm széles ólon húzort használok, ezt a fej után 2-3 mm-rel rögzítem. Majd a holog nyíl egész hosszán a rögzített fóliáig. Itt leszakítom, visszaviszem a kötöző célnától a fej irányába, és az előző rögzített olomtól hátrébb 2-3 mm-rel megint rögzítem. Egészen az előbb rögzített olomtól vissza 2-3 mm-re. Megint leszakítom. Ezt a műveletet egy párszor megismételjük. Addig, amíg egy szép kúpos testalakot nem kapunk.
akkor ezzel kész vagyunk. Következik a test kialakítása, amihez narancs sárga színű fókaszőr dubbingot használok. Ezt egyenletesen felsodrom a kötöző cérnára. Utána pedig feltekerem a már kialakított altestre, szorosan egymás mellé. Még egy kis dubbing. Ezt a műveletet fej után 2-3 mm-re befejezzük. Csinálunk egy biztonsági kötést. Most következik a hátrögzítése, bordázat feltekerése. Eléhúzzuk a fej irányába a hát közepén a fóliát. A bordázattal rögzítjük. Egyenlő távolságokra beosztjuk a bordázatot. Figyeljünk oda, hogy a hátfólia mindig a hát tetején, középen fusson, így egyenletes adagokba oszlik meg a hát test két oldalán. Ezt a fej után néhány tekeréssel rögzítjük. Fölösleges drótot leszakítjuk. Fóliát elé hozzuk, és a fej után pár tekeréssel rögzítjük. Megmaradt darabkát levágjuk a töveknél. Végkötéssel elkötjük. Kötőszőcénát levágjuk. Tű segítségével kialakítjuk a lábakat, a fólia alól hegyivel kihúzzuk a szálakat, mindkét felől.
kis tépőzállal. Megtépjük. És kész is van a legyünk. Egyik kedvenc pisztángozó nymfám. Jó munkát a megkötéséhez. Sziasztok!